Új térkő, lámpák, padok és még a növényzet is megújult a komlói Petőfi téren. Hivatalosan csütörtök délután adták át a beruházást a Baranyai városban. Több mint 10 000 lakost érint közvetlenül, akik itt laknak ebben a környezetben. De törekedtünk arra is, hogy a közvetlen szomszédos 6-8 kereskedelmi egység is megtalálja a számítását. Ők a közterületen is árulhatnak a megújult környezetben. Több 1000 négyzetméter köztéri burkolat újult meg, több 100 növényt is telepítettek. Új lámpák, okos pad és 200 darab új parkoló, mondja a polgármester. A megvalósításban segített a terület országgyűlési képviselője is. A polgármester úrral, a megyei önkormányzattal közösen történt tervezés során kiemelt figyelmet fordítottuk az intézmények felújítása mellett a közterületek, közparkok új helyreállítására, és ezek között számos nagyon rossz állapotú utca, közművek cseréje mellett sor kerülhetett itt a Komló központjában lévő Petőfi térségének teljes rehabilitációjára. 600 millió forintos pályázati forrásból valósult meg a beruházás, amely érinti a Petőfi teret és a környező utcákat. Komló a megye második legnagyobb városa 25 000 lakossal. Ezért törekedtek arra, hogy a leromlott állapotú köztereket, infrastruktúrát megújítsák a most záruló EU-s pénzügyi ciklusban, mondta a térség országgyűlési képviselője.